megértem, hogy amiért megsértődtek a nézők. Nem várom el senkitől, hogy megértse a helyzetemet. Bulizni fog, de ez biztos vicces a videóban, nem? Jól van. Ez a hangnak nem fog segíteni, a végtelen röfögés. Te vagy szerintem az ilyen ultimate youtuber. Hát, szervusz! Az én nevem Szirmai Gergely, és ez itt a Hollywood hírügynökség. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Te vagy az, aki mindenkinek először az eszébe jut. Az egyik ok az lehet, hogy hogyan kezdted. Lássuk a heti filmet, ami nem más, mint a Thor. Hogy a youtuberek között relatíve ritka szerintem, aki konkrét újságírói képzésből jön. Nekem alapvetően mindig is egy szakmai érdeklődés viszonyult a YouTube-hoz, nem feltétlenül egy hogy letek sztára állószobámból irány. A YouTube, főleg amerikai mintára, borzasztóan átlendült a szórakoztatás oldalára. A szórakoztatás lett az elsődleges célja, nem feltétlenül a tartalomgyártás, a formátumfejlesztés, a kísérletezés, a művészi önkifejezés, stb., ami régen volt. A probléma az, hogy nagyon durván elkezdtek kiszorulni azok a csatornák, amik klasszikus újságírói tevékenységet folytatnak, kritikákat gyártanak, elemző videókat csinálnak, hírcsatornák esetleg. Ezek nagyon kicsik. Amerikában ez fellendült Trump miatt, ott most a hírcsatornák azok visszatérőben vannak. Az én szakmai mentorom, egy távolról is, Phil DeFranco, ő azt 4 vagy 5 évig nem szerzett érdemben feliratkozót. Jött Trump és kapott 3 millió feliratkozót. Tehát ilyen szinten Amerikában már jobb a helyzet, egy kicsivel, de sajnos úgy nagy általánosságban a Logan Paulok viszik most a platformot előre. Mi a célod most már azzal, hogy videókat gyártasz? Nyilván ez a karriered. Én. Nyilván ebből élsz meg. Oké, de ezen túl. Ez nagyon érdekes, az utóbbi évben változott meg egy kicsit. Számomra most az a lényeg, hogy újra felvegyem a kapcsolatot kicsit az újságírói énemmel, és levetve azt a mérhetetlen nyomást, amit érzek a platform irányából, hogy challenge videókat csináljunk, és reagáljunk éppen arra, ami történik, és vegyünk tájfpodot, és próbáljuk megenni. Valahogy megtarthassam azt a minőséget, amit én élvezek a saját munkámban. Jelen pillanatban a nézőid mondhatjuk azt, hogy kicsit neheztelnek rád. Igen. Ennek különböző személyes okai voltak az utóbbi időben, hogy kevesebb tartalmat gyártottam. Egy ember, aki a relevanciából él, azt nem engedheti meg magának, hogy ne szerepeljen megállás nélkül. És én úgy gondolom, hogy mivel én nem szeretnék ez a kategória lenni, ezért megengedtem magamnak, hogy kevesebb tartalmat gyártsak, és befelé figyeljek egy kicsit. A nézők neheztelnek, mert ők ahhoz vannak szokva, hogy az emberek, a youtuberek akkor is szarják ki magukból a kontentet, hogyha meghalt a nagyanyjuk aznap. Tessék innen elmenni! Igen. Én úgy gondolom, hogy ez azoknak könnyű, akik egy szerepet játszanak az interneten, mert én is tapasztaltam, hogy amikor nagyon nem érzem magamat kameraképesnek, akkor a klónjaimon keresztül bizonyos szerepeket játszok el, mert úgy könnyű. Viszont, hogyha az ember alapvetően őszintén szerepel a platformon és a közönsége előtt, akkor bizony vannak olyan dolgok, amikor nem lehet előre összekadni magadban a jó kedvet. És ilyenkor az ember vagy hazudik, vagy belátja magának, hogy most én vagy alkoholista leszek, vagy öngyilkos, hogyha tovább folytatom ezt az önkizsákmányoló életet. Nem gondoltad, hogy mondjuk videóban beszélj erről? Ez kicsit személyesebb. De egy madara kritikában fogok erről beszélni, ugyanis én bátig állítom, hogy az én videóimnak nem lehet az értelme, hogy én vagyok és nem más. Rossz szó az, hogy lenézem, de teljes mértékben testvéregemnek tartom azt a hozzáállást a tartalomgyártáshoz, hogy azért értékes, mert én vagyok. Aki ezt csinálja és sikeresen csinálja, ezen vannak, azoknak nagyon sok sikert kívánok. Számomra ez végtelenül taszító gondolat. Nem tudnék leülni egy kamera elé és azt mondani, hogy valamiről beszélnünk kell, pont, és egy ilyen könnyes kép a lelkeimből clickbaitet csinálni. Az érzelmeimből, a fájdalmamból, nézettséget, számomra undorító, és ettől megpróbáltam távol maradni. Viszont találtam egy megoldást. Beszéljünk egy kicsit a Motherről. A Motherben ugye arról szól, hogy egy alkotónak a szakmai élete az felzabálja az őt támogató egyént. Az alkotói élet az, mint önmagában, egy borzasztó kaotikus, pusztító erő. Az alkotás maga az fontosabb, mint az alkotó, és emiatt az őt körülvevő, őt támogató embereket is akár be tudja darálni, fel tudja zabálni, ki tudja használni teljes mértékben. Viszont amiről a film nem szól, hogy mi történik akkor, hogyha az alkotónak nincs ilyen támogató erő az életében, ennél többet nem is kell mondani, majd elmondom a videóban. Nem azt akarom, hogy most így megírok egy érzelmes szöveget és előadom, akkor legyen, hogyha erre szükség van, akkor legyünk tényleg őszintén, viszont nekem ehhez ezek a segédeszközök kellenek. Nem várom el senkitől, hogy megértse a helyzetemet, addig, ameddig nem kommunikál róla egyenesen. Nincs több bejelentés és nincs több ígéret,
tartalomgyártás ez zajlik, és úgy gondolom, hogy ez lesz a legjobb mód. Könnyítsünk a dolgon, és ezekkel az érzelmes dolgoktól Köszönöm, igen. Miben látod a szakmai fejlődésnek a kulcsát? Mindenki minél több videót csinál, minél több challenge-et csinál, minél több a szponzorált videót csinál, és hogy ebbe élik ki magukat. Aki csak azt abból akar karriert építeni, hogy a kamerába bohockodik, csúnyán mondva természetesen, az szerintem bezárja a magát. Sokkal több dolgot lehet elérni ezen a platformon, mint az, hogy sok nézettsége van egy videónak. Én akkor szálltam le a feliratkozó számon, amikor 136 ezer, vagy nem tudom mennyire, én voltam Magyarországon legfeliratkozottabb ember. Akkor bejelentettem, hogy a továbbiakban teljes mértékben le se szarom. Marad! Látod ezt a sértődött fejet? Marad! Nem baj, reméljük most már ráfáradt. Nem volt még francia buldogat. Szóval! Felvetette egy applikáció fejlesztő, hogy tudnak-e valamiben együttműködni. Átgondoltam és találtam lehetőségeket. És ha van egy jó ötleted, akkor ki tudod ezt használni. Úgyhogy most gyártok egy ingyenes applikációt, ami szerintem iszonyatosan jó lesz. Nem árulsz el. Nem, dehogy is. Ja, Istenem! Jaj! És mi van azzal kapcsolatban, hogy bővíted a csapatot? Mert ugye amikor elindítottad a csatornát, és elkezdted szerkesztőségnek nevezni a nézőidet, rengetegen félreértették, és azt hitték, hogy egy egész csapat dolgozik a videóidon. Én ettől azért óckodtam sokáig, mert nem szeretem átadni a kontrollt olyan területek fölött, amit én is ki akarok tanulni. És ez nagyon sokáig az volt, hogy én jártam meetingekre, én képviseltem magam, én szélzáltam magam, én vágtam a videót, én forgattam a videót, mindent én csináltam. Ez egy idő után kezelhetetlenné vált, én ezt nem voltam hajlandó belátni, és a csökönyösségemnek komolyára lett. Úgyhogy ezt felismervén bizonyos adminisztratív dolgokat már tudok adni, és ezzel könnyítem a dolgom. A tartalomgyártásnak minden egyes fázisa továbbra abszolút. Is a... Az alapvető tartalomgyártás változatlanul arról szól, hogy én valósítom meg a víziómat. Ez azért, számomra azért fontos, mert alapvetően ez talán az egyetlen értéke a videóimnak, hogy egy egyéni látásmódot kap a néző. Tehát nem vagyok a világ legjobb operatőre, filmkritikusa se, vagy kamerálati szereplője, egyik se egy kiemelkedő ikonikus érték, hanem ennek az összessége és az a saját kis meglátásaim hozzák valahogy ki azt a turmixot, amit jó fogyasztani. Jó neveljétek meg a kutyátokat! Mert különben tönkre bassza az összes interjút. Tarattattarattal. Nudli! Ennyi. Minden esetre engem nagyon boldog ezt. Ja, jó van. Arfia. Gyere most meg, gyere! Na, gyere most nem most játszok, ez a játszó póz, vagy nem jössz? És akkor veszek kettő lépést, és akkor már fogom menni.